VT Closer Support második epizód, úgyhogy az előző részben említettem, hogy megismerkedünk majd az antérekkel, hogy milyen antérek lehetnek ellenünk, és most itt az idő. Most egy adac van itt előttem, majd megnézzük a többit is, de ezzel kezdtem, mert ez van igazából legelől, meg általában amúgy ez megtartó briteknél is, amcsinál, tehát több nemzetnél van, szintúgy mint az itó, és úgy gondoltam, hogy inkább, hogy ezt vesszük így először orcső alá, de akkor nézzük is meg igazából, hogy ez mit tud. Ugye majd az elvélekre is el fogunk térni, de azt majd a következő epizódba, hogy mit látsz vele, hogy működnek, stb. Ugye adatsz, van nekünk ugye egy radarunk, vagy van neki egy radarja, ami 25 kilométeres felderítési tartományt tud befedni, és ugye igazából, hogyha ez be van neki kapcsolva, akkor evidens, hogy látja, mi van a levegőbe, ha nincs bekapcsolva, nem látja, maximum szemmel. Ez azért jó nekünk, mert a jobb gépeknek az RVR-e mutatni fogja majd, hogy milyen besugárzást kap, igazából mindegyik RVR, hogyha van úgymond pinged rajta, akkor tudod, hogy ott van valami, és majd mutatni fogja ugye, hogy anti-air, a jobb RVR-ek ugye ki is írja, hogy adatsz, stb., de ez most nem lényeg. Ugye adatsznak ugye rendelkezik ugye egy gunner optikkal, ez TV per IR track-e, tehát úgymond a tehát magát a repülőgépnek a képét, meg ugye a hüjelét tudja trackkelni. Ugye ez 10 kilométeres range-en belül tud működni. Ugye nyilván van Beaver, ugye ACM módja, tök mindegy, és ugye ami a lényege, hogy a MIM 146 rakéta, az 35 G-t tud húzni, ezt nyilván nem tudja fixen tartani állandóan, mert ugye kell neki egy bizonyos sebesség, még fölgyorsul, lassul, akkor növekszik, csökken a húzás, ugye ez a rakéta idézőes reverk óta mutatkozik meg sokkal jobban, de amúgy ugye a beamriding irányítás miatt annyira nem bántott ez az idézőjeles rakéta nerfelés, szóval ja, ugye 10 km-es hatótávod van, 35 G, és ugye eléggé gyorsan is megy ráadás, ugye 1027 méter per szekkel, nyilván ez ugye 22 másodpercig lehet irányítani, tehát hogyha 22 másodperc alatt nem találod el, akkor a rakéta megy a kukába, de viszont 22 másodperc alatt bőven kér a hatótávból, tehát ez annyira nem releváns. Ugye 6 méteres a proxy távolsága, tehát 6 méterre, ha van tőled 6 méteren belül, akkor igazából rakéta detonál és sebezni fogja a gépedet. Ha nagyon-nagyon a tartomány szélén van, akkor nem biztos, hogy el fog vinni, de 3 méteren már bőven amúgy szét fogja tépni a repülőt a picsába, szóval, ja. Nyilván ezt is lehet dodzsolni, annyira nem egyszerű, mint például egy falrakét, vagy pedig egy itóét, de amúgy meg lehet csinálni, meg fogjuk nézni azt is. De hogyha már az itót említettem, akkor itt van már is a parti busz, itó, stb. Ugye ennek a rakéta radarnak a range az 18,5 kilométert ír, én 20-ra emlékeztem, de mindegy, majd utána nézek jobban, de igazából most itt ugye adatokat mondok. Ez is nyilván egy kereső radar, és itt van nekünk úgymond egy célkövető radar, tűzvezető radar, ki hogy hívja, ugye ez 16 km-re tud vezetni, nyilván van BVR, ACM mód, stb., ugye rendelkezik IRST trackerrel is, tehát ilyenkor a repülőgépnek az RVR-e, tehát neked az RVR-et, hogyha repülőbe ülsz, nem fog jelezni neked rakétaindítást, hogyha IRST módba úgymond irányítjad rád a rakétát. Ugye az adatnak ugye a VT1-es rakétája van, ez a flagradon is megtalálható, ugye a jobb rakétája, ez 50G-s, hú, most mindenki be van szarva, hogy 50G, úristen, de higgyétek el amúgy, ez az 50G sok esetben amúgy ilyen, tehát nem érződik annyira jól. Nyilván ugye ez is tartományfüggő, hogy rakéta elér egy bizonyos sebességet, onnantól kezdve már csak lassul, és lesz egy pár másodperc igazából, ahol valóban meg tudja húzni ezt az 50G-t, viszont ugye a rakéta rework óta
ez, tehát úgymond overcorrektel, tehát nem lehet olyan hirtelen mozdulatokat csinálni vele, hogyha például a célpont elkezd manőverezni, vagy te elkezdesz manőverezni a repülőbe, elég agresszívan, nagyon éles fordulókat veszel, akkor a rakéta nem fog tudni lekövetni, és igazából simán összekezd neki himbilimbizni a rakéta, és nagy eséllyel el fog menni melletted. Szerintem amúgy a top antirek közül ezt a legkönnyebb dodzsolni. Nyilván nem mindig szokott összejönni, valamikor lehet az antirnek szerencséje, de szerintem ezt sokkal egyszerűbb kivédeni, mint egy adacot vagy egy panzírt, majd arra is mindjárt rátérünk. Ugye garantált indítási távolság 11 km, maximum 12 km, ez olyan 12,35-ig amúgy el lehet lőni, de akkor már igazából nagyon kicsi a találati valószínűsége. Általában ezt úgy szokták indítani, hogy 10 km-en belül, ugye pont akkor, mert az IRST akkor működik. Amúgy nagyon jó légvédelem, tehát szó sincs róla, egyik superior, nagyon gyors a rakétája, és 8 méteres trigger rádiusza van, tehát ja, eléggé combos, elég sok robbanóanyag is van benne, szóval igen, tud egy nagyot pukkadni a repülő mellett. De hogyha már ugye sokak által utált panzírt emlegetjük, akkor ugye itt is van, ugye ez rendelkezik ugye a legnagyobb teljesítményű radarral, ugye ez 38 kilométert tud lefedni, és ugye szintén van ugye egy 36 kilométeres cél tűvezető radar, vagy IRST radar, ugyanaz, mint a például az ITO-ba, tehát ja, csak sokkal ugye jobb, viszont ugye itt magának a radarnak, a tűzvezető radarnak, meg a rakétának vannak úgymond különböző irányítási metódusai. Tehát van egy olyan irányítása, ahol a cél elélő, és automatikusan úgy számolja ki neked a rakétának meg a repülőhöz viszonyított röppáját, hogy a repülőnél fog találkozni a rakéta. Tehát konkrétan így metszeni fogják egymást, és akkor lesz úgymond a találat, akkor fogja bevinni. Na, ez egy szar. Tehát ezt senki ne használja. Ez régen működött, úgymond a rakétának az autópilótja. Tehát most kritikál aluli, nagyon durván elé kell célozni, sokkal egyszerűbb ezzel a résszel kidodzsolni. Sokan amúgy így használják, úgymond automatából idézőjelbe, egy fos szart rágya, úgy. Ne. Tehát tényleg, hogyha így használja a panzer, akkor szerintem még egy kevés rutinos pilóta is simán ki fog tudni dodzsolni. De nyilván, hogyha a légvédelemes rutinos, akkor nem ezt a módot fogja használni. Én amúgy, amikor ugye bejött, akkor csak abban a módban használtam, kurva jó volt, de nyilván ez, erre is rá kell érezni, de amúgy nem jó, ez egy kijátszható funkció. Ugye, ha panzer ellen vagy, nyilván az RV-red ki fogja detektálni, egy S1-es lesz, egy panzer S1, így van megoldva. Ennek a rakétája amúgy elég gyorsan, mert gyorsabb, mint az ITO-jé. 9 méteres trigger rádiusz, 20 kilométeres, 32G-s, és eléggé durva. Ugye lejelenleg a legerősebb, legbrokenebb, brutálisabb légvédelem a játékba. Nagyon kell vele vigyázni, ugye régen nem is nagyon mutatta az RVR, hogyha indított rád, maximum besugárzási pinget kaptál, de hogyha IRST-be keres, akkor még azt se kapsz igazából. Tehát nagyon veszélyes, ki lehet játszani, de nehéz. F-16-okkal vagy bármilyen NATO géppel, hogyha ellene mész, nem lesz egyszerű dolgod, de sok esetben amúgy meg lehet oldani. De hogyha már autopilotos légvédelemek, akkor nem maradhat ki a Toremegy se. Ugye szintúgy 20 km-es track per TV radar, tűzvezető radar. Szintén ugye 27 km-es keresőradar, ugye ezt tud IRST-be is keresni. És maga ugye a rakéta, ebből van egy jó pár. Ugye ez a 9M331 eléggé lomha. Viszonylag jól manőverezik, elég nagy a trigger rádiusza, viszont itt az a baj amúgy az egésszel, hogy ez a rakéta
1500 méter per szeket kéne, hogy tudjon. Nyilván nem adták meg neki, nem tudjuk, hogy miért. A Toremegynél a úgymond a rakétirányítási séma általában automatán használják. Elég jól működik, sokkal jobb, mint a Panzirba. Nagy trigger radius miatt egy kicsikét úgymond hülye biztosabb. És viszont nagy negatívuma az, hogy nincs termálod, és hatalmas nagy gejzért húz a rakéta, tehát a repülőből amúgy elég könnyen ki lehet szúrni, főleg egy termálpodból, de még szabad szemmel is, hogy mikor fog a Thor indítani rád. Nyilván RVR szint úgy írja, szint úgy visít, ha nem, mert IR-be nyomja rád, akkor meglátod a hatalmas gejzért. Ugye nem szabad megfeledkezni az ilyen rakétás légvédelmekről se, nyilván ilyen a Strela, az Ocelot, a Gepardnak a Stingerei, PGZ-04, a Csumcsupa Csumcsum Csaparral, a Type 81, tehát rengeteg ilyen rakétás légvédelem van, a Lavaldénak ugye a Stingerei, Sidam Mistral, Santal, tehát rengeteg féle van. Ugye most ez a legmetább amúgy, ez a Type 81, és igazából ezt is fogom mondani, mert túlnyomó részt ugye ezzel fogsz találkozni, amit igazából nehéz dodge-olni. Tehát ugye a Type 81, ugye itt maga a Gunner Optic, ugye egy Track IRS 10 km-es range-e van, ezt nem mindig tudja, nyilván heliket ilyen 4-5, amúgy néha 6, repülőket nyilván időjárási viszony függő, utánégetővel 9,4-9,6 volt, már nagyon nem jellemző, általában az a 6 km amúgy, ott fixen tud már trekkelni, nagyon semmi értelme nincsen, ezt tényleg maximum trekkel, de a rakétátnak a lokját nem segíti, guidance-ét nem segíti, úgymond, hogyha flereznek, a rakétának a kereső fejét a célon tartani nem segíti, szóval igazából useless, nem tudom, mindegy, majd biztos kap valami funkciót, le van fosva. Ugye itt van a Type 81C rakéta, amúgy ez nagyon becsapós, mert itt 6 km van írva, stb. Na ugye itt az a probléma, hogy nincs radar, nyilván a légvédelemnek egy hátránya, viszont amúgy az előnye is, mert nem tudod, hogy van lehet légvédelem. Nincs besugárzás, nincs semmi. A rakéta, mivel IR guided, ezért nem igényel rávezetést, tehát egyszer belokkol, puff, küldi ki. Azt a rakétán múlik, meg igazából a spagetti kódlogyát fogja találni, amúgy ez általában elfog. És ugye itt 10 km-es hatótávról beszélünk, ez amúgy eléggé sok, mert mész be, pásztázod a területet, jó, nem kapsz pinget se, tök fassa, biztos, hogy maximum van lent ilyen tutorial Ocelot, vagy Strela, meg ilyen hulladékok, bőven outrange-eled, nagy faszod van, mész befele, aztán csak azt veszed észre, hogy olyat rádvert a tájnyolcanak, hogy kiesel a székedből, mert amúgy tehát teljesen passzív mechanizmusa van az egésznek. Alapból 35G-s rakéta, tehát úgymond idézőjelben ilyen önirányítású, szóval a rakéta mindig a számára a legoptimálisabb röppelját fogja tartani, és csak akkor fog irányt változtatni, hogyha nagyon muszáj. Energiát ezért amúgy nagyon keveset veszít, teljesen passzív, nem kapsz róla értesítést, viszonylag amúgy hamar elér, elég a hajtóanyag belőle, szóval utána igazából nem is látszik a füst, és 10 kilométerig igazából ez rád fog állni. Head-on-ba nyilván 6 kilométert ír neki, ez amúgy sokszor 8, néha 9. Szóval, hogyha utánégetővel jössz be, akkor 9. Tehát, ja, tehát bespannolsz, már igazából 14 kilóra szoktál bespannolni a airspannal, eltelik, mit tudom én, 5-6 másodperc, akkor az már azt jelenti, hogy ha van egy Type 81 és nem hülye, mint a szar, akkor az már indított rád, aztán igazából már csak imádkozhatsz, hogy vagy outrange-eled, vagy pedig tényleg valami csoda folytán rámegy a flare a rakétája. Nyilvánvalóan, hogyha nagyon hirtelen váltasz irányt, lefele menet, nagyon gyorsan mész, akkor a rakéta belegajdulja magát a földbe, mert igazából, mint az összes többi rakéta,
ami önirányítású, vagy radar guided, nincs megcsinálva ez a mechanizmus benne, hogy ne húzza bele a földbe a rakétát. De amint látjátok, ugye itt is a trigger radius, tehát eléggé, tehát 7 méter, nem is kell, hogy úgymond direkt beeltaláljon. Ja, tehát 5,4 kg TNT-nek megfelelő robbanóanyag, hát igen, tud csapni. Ja, és amúgy gyorsabb, mint a Torem 1-é, ugye ami 11.7-es, csak úgy megjegyzem. Szóval, ja. De amúgy itt beszélhetünk mondjuk a... Hoppá. Csaparralról MIM-72-e, vagy G. Majdnem ugyanaz a séma, nyilván a kevesebb a G-húzás, kevesebb TNT van benne, lassabb a rakéta, de a mechanizmus ugyanaz. Esetleg még ugye itt van a PGZ-04, ugye ami említésént HN6-os rakéta, 12 G-s, nem kell tőle beszarni. Meg tud kúpolni amúgy, te amúgy nem egy veszélyes cucc rád. Egyedül amúgy még az ilyen IR-ekből a Strela, de azt is könnyű outrange-elni. Ugye 9M37M, 20 G-s, nem egy nagy hatótávos, tehát ilyen 5 km azt kész, utána kuka. Amúgy ez olyan inkább 6, de ja. Nyilván ugye megtalálható még a Ocelot-on, a Gepard 1 a 2-n, nincs jelentősége. Ja meg ugye a Lava Adén is. Ugye itt is ugye van a Csumcsupa Csaparál. Szóval, ja. Ugye az a FIM 92-e, meg a K, ennyi, 10G-s fika, nem effektív. Nyilván tud meglepetést okozni úgymond ezzel a GAU 12-vel, főleg ugye úgy, hogy IRST trackje van, ugyanaz, mint ugye a Type 81-nek. Ja, amúgy jó kis cucc, tud kárt okozni, de nagyon nem lesz ellenfél. Előfordulhatnak még ugye a köpködő antierek, ezeknek nincs rakétája, viszont ugye HEVT lőszere van, és amúgy eléggé meglepetést tud okozni, amikor tényleg mész be, és te csak azt veszed észre, hogy nyomják melletted a izét, finganak a lövedékek össze-vissza, ilyen fekete izét, felhőket, aztán még igazából hullasz szét a picsába. Ez általában ugye az automatiknak a műve szokott lenni. Radar IRST trackingje van, elég jó keresőradarja is. Nyilvánvalóan ez nem ebbe a BR-be való, tud meglepetést okozni, inkább helikbe szokott kárt tenni, de amúgy tényleg, hogyha a repülő úgymond afkol vagy emelkedik, és nem változtat irányt, akkor az automatik is igazából oda fog neki baszni egyet-kettőt, és hullani fogsz lefele vele, szóval igazából ésszel. Ugye amit még mondtam, ugye a Santalt 9-3, nem tudom, tehát annyira Mistral rakéta, nyilván nagyobb a range-ed, meg 12 G-s vagy, van radarja, nem, annyira nem effektív, tehát inkább én azt mondom, hogy a anti-air rakétákban, ugye ami IR guided, inkább az a 18 plusz, amúgy a inkább 20 G, ott már igazából dodge-olni nem nagyon lehet, ezért egy head-on 20 G-t. Tehát, ja, tehát a 10, 12, 18 az már úgymond ha csak, de ezekkel nem nagyon kell foglalkozni, tehát ezt igazából egy lomhább repülő is ki fogod tudni dodge-olni. Fontos ugye megjegyezni, ugye nem csak antierek vannak ugye a játékban, amik tudnak antierként is funkcionálni, hanem ugye itt igazából például most gondolok a 2S38-ra, jó, oké, ez IRL egy, úgymond egy anti-air idézőjelbe. 3U8 HEVT lőszer, 1000 méter per szekkel megy, 6 méteres trigger rádiusszal, eléggé oda tud csapni, ugyanúgy, mint az automatik. Viszont igazából ezt majdnem az összes svéd köpködő tudja. Tehát ugye, ja, Asrad, ugyanaz a mechanizmusa, mint az adacnak, beamridingos, nem lehet kiproxizni se Vickerrel, se semmilyen AGM-mel.
Például itt van egy Build 2, teszem azt, itt van a HLVT lőszer, 4 méteres radius, 1015 méter per szek, eléggé nagy fire rate-tel, nincs úgymond trackingje, de hogyha alacsonyan mész be a pályára és meglát, és közel vagy hozzá, akkor igazából ez is le fog szedni. De igazából ez az ammo megtart az STRF 9040C-n, 9040B-n, a sima 9041 a Build 2-n, tehát borzasztóan sok olyan tényező van a repülőkbe, hogy te repülővel vagy, amire figyelni kell, amire mindig résen kell lenni, főleg ugye, hogyha nagyon közel vagy a maphoz. Esetleg ugye a bidár, de hát most azt hagyjuk, az mém, tehát az nem jellemző. Kisebb szinten nyilván, tehát ilyen 6-3-8-0, ugye az ilyen nagy kaliberű HE-VT lőszerek, azok ki tudnak csapni, de ugye inkább ugye fókuszálunk ugye azokra az antierekre, amik igazából tényleg antierek is, tehát ugye arra vannak kitalálva, nem csak ilyen másodlagos funkcionit látsuk, ugye az antierek antiereskedés, de igazából én úgy gondolom, hogy tehát nagyjából mindent elmondtam, ami ilyen relevánsabb. Jó, most ugye farakradra nem tértünk ki, de mint mondtam, ugye az a rakétája van ugye a kifejleszthető, mint az itóknak, 50G, 1250 méter per másodperc, nyilván ugye nem éri el egyből. Igazából itt, ami talán van jelentősége, hogy ennek ugye van füstje, mert én lenne, mert német, tehát van füstje, szét kell smoke-olni a spawnról, nem szabad kijönni a Tigorral sem, meg semmi. De ja, amúgy ja, tehát úgymond ez igazából az legszerencsésebb, mert hogyha nyomod rá éppen a Maverick-et, a KAB500-at, a K25 ML-t, vagy bármit, nyom egy smoke-ot, és igazából immun meg tudja védeni magát, hogyha időbe tud reagálni. Hasznos dolog amúgy a légvédelmeken a smoke, éppen csak a németnek van ez ilyen. Viszont igazából nagyon el lett mondva minden, ami így a légvédelmekkel kapcsolatos, de hogyha jobban érdekelnek, hogy a többi is milyen, ott van a légvédelmes tírlisztezésem, be fogom ide a videó alá rakni a leírásba, majd kukkasd meg. Nagyjából igazából ugyanezeket mondom el, nyilván nem ilyen részletességgel. Jó, most se mentünk be olyan nagyon durván, csak gyors átfutottunk rajta, hogy milyen antiereknek mik a tulajdonságai, de ez most le is van szarva, mert ez majd úgyis a következő részben lesz, amikor majd az RVR-ekkel ismerkedünk, hogy melyik antier milyen besugárzás van, hogyha írja az RVR, ha más úgymond sém alapján működik az RVR, akkor ott melyik az antier, mikor indítanak, stb. Hogy lehet kidodzsolni, hogy lehet megalapítani az antiereknek a úgymond spotját. Tehát ja, minden ilyen dolog, tehát ugye én mindig ugye azt vallom, hogy először tanuljunk meg valami ellen védekezni, utána mehet a támadás, oké, hogy legjobb védekezés a támadás, tök jó minden, de amúgy ez nem ilyen egyszerű, mert hogyha észtékül berongyolsz, akkor le fognak kúrni, mint a szemét. Meg hogyha tényleg rutinos a légvédelem, akkor egy tapasztaltabb pilótát is le tudnak rakni, mert azért légvédelmezni lényegesen könnyebb, mint closer supportolni. És szerintem ez minden értelmes ember, nem a two tank mainekre gondolok, hanem tényleg az értelmes emberekre, be is szokták látni. Na de mindegy. Következő részt elmondtam, igazából ennek itt vége. Pacsi, hello, szia!